Sokszor az ember úgy érzi, hogy tanástalan az életében, hogyan tovább. Ilyenkor arra érdemes gondolnia, amikor nem tudja észrevenni azt, hogy, hogy mit kellene tennie, vagy talán úgy egy picit érzi, de nincs elég bátorsága, hogy bizonyos dolgokat kimondjon, döntéseket meghozzon, akkor érdemes elképzelni azt, hogy ha a saját gyermeke lenne ugyanilyen helyzetben, és tanácsot kérne tőle, akkor milyen? jó tanácsokkal látná el. Nyilvánvaló, hogy azt szeretné az ember, hogy a gyermeke boldog legyen, ne szenvedjen, megkímelje a fájdalmaktól, és ránézne a helyzetre, teljes határozottsággal, objektíven tudná megvizsgálni azt, hogy, hogy hogy mik azok a dolgok, amik ordítanak, és egész egyszerűen ezek alapján tudna neki tanácsot adnia. Nyilvánvaló, hogy minden ember életében csak ő maga tudhatja, hogy mi az, ami számára a legjobb. De ez a példa talán abban segített, hogyha ugyanazt a helyzetet, amiben benne vagy és tanástalannak érzed magad, elképzeled úgy, mintha számodra a legfontosabb ember, az anyukád, a gyermeked, a testvéred lenne, és kikérni a véleményedet, mi az, amit neki tanácsolná. Próbáld meg azt, hogy egy ilyen helyzetben, amikor úgy érzed magad, hogy elakadtál, akkor írd le, hogy, hogy mi a tényleges helyzet, ez már egyébként önmagában nagyon sokszor felszabadító, hogyha elkezded kiírni magadból mindazt, ami cikázik a fejedben. Ugye, sokszor beszéltem már előző videókban a döntés fontosságáról, ugyanis nem a döntés lesz az, ami téged feszültséget tölt el, hanem a döntés hiánya. Az, amikor hezitálsz, az, amikor nem tudod, hogy hogyan tovább. És erre vonatkozóan az egyik legjobb dolog az lehet, hogy az ember elkezdi kiírni magáról, hogy mi is az a helyzet, amiben most éppen benne van. Aztán utána, mint ahogy az előbb javasoltam, hogy a számára legfontosabb embernek akarna tanácsot írni, adni, azt is írja ki magából, hogy mi az, amit neki javasolna, és ezek alapján elég egyértelműen ott lesz számára mindaz, amit esetleg a saját életében, a saját félelmei miatt nem mer felvállalni, nem mer kimondani, nem mer megtenni. Ez egy érdekes, nem más, mint nézőpontváltás, amit javaslok, hogy próbálj ki, mert még egyszer mondom, hogy nem a döntés lesz az, ami téged feszülté tesz, hanem a döntés hiánya, amikor hezitálsz, de ezt talán te is érzed magadban.